A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, december 16-a, Etelka és Aletta napja van. 133 éve Kecskeméten megszületett Kodály Zoltán, a világhírű zenepedagógus, zeneszerző és népdalgyűjtő. 245 évvel ezelőtt pedig megszületett Ludwig van Beethoven, német zeneszerző. 242 évvel ezelőtt volt a bosztoni tea délután, ahol három hajónyi tearakományt öntöttek a tengerbe. 240 éve megszületett Jane Austen, angol regényíró. 99 éve ezelőtt pedig meggyilkolták Rasputyint, második Miklós orosz cár családi tanácsadóját. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket, először csak röviden. Két tanműhelyjel gazdagodott a Topolyai Mezőgazdasági Iskola, a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából. Kizárt a soraiból a Vajdasági Magyar Szövetség azt a 9 szemét, aki a szabadkai VKT Vajdasági Magyar Szövetség frakcióján belül létrehozta a Magyar Mozgalom platformot. Számos kulturális eseménytől válhat meg Újvidék a következő évben. Az Európai Bizottság javaslatot készített egy új parti és határőrség felállítására. A Topolyai Mezőgazdasági Iskolában átadták ma azokat a tanműhelyeket, amelyeknek a létrehozását Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta. 2015 ugyanis a külhoni magyar szakképzés éve. A programmal segíteni szeretnék a vajdasági magyar fiatalok szülőföldjükön való boldogulását. A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program keretében a Topolyai Mezőgazdasági Iskolában két új tanműhely létesült. A magyarországi támogatásból a Topolyai Iskolában a tangazdaságon egy állategészségügyi tanműhelyt alakítottak ki, valamint a gépparkot és a mezőgép szerelő műhelyt fejlesztették. Az intézményben pedig egy péküzemet rendeztek be. A tanműhelyek magas szintű szakképesítést tudnak nyújtani a diákoknak, ezzel is elősegítve a jövőbeni munkavállalásukat, hiszen ma már egyre fontosabbá válik az, hogy szakképzéssel rendelkezzenek a fiatalok. Olyan szakembereket keresnek a vállalatok, amelyek már bizonyos tudással rendelkeznek, amelyek tudnak dolgozni, ha munkába állnak, tehát nem kell még külön a vállalkozóknak képezni őket is. Ezért is jók ezek a fejlesztések. Vajdaság 60 millió forint értékű támogatást kapott, ebből a Topolyai Mezőgazdasági Iskolának 16 millió forint jutott. A program vajdasági partnere a Magyar Nemzeti Tanács volt. A terveink szerint 2020-ig 11 településen, 13 szakiskolában, mintegy 20 különféle szaktantermet és tangazdaságot, tanműhelyt szeretnénk kialakítani. A program célja, hogy a magyar fiatalok szülőföldjükön tudjanak boldogulni. Ezzel szeretnék egyrészt megakadályozni azt, hogy a magyarok elvándoroljanak Vajdaságból. A 2015 a külhoni magyar szakképzés éve az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az egy év során körülbelül 10 000 diákot értünk el. Ez úgy gondolom egy nagyon nagy szám, hiszen a Kárpát-medencében Magyarországon kívül körülbelül 30 000 vesznek részt szakképzésben, magyar nyelvi iskolákban, illetve részben magyar nyelvi iskolákban. A külhoni magyar szakképzés éve után Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2016-os évben a külhoni fiatal magyar vállalkozókat támogatja. Az egészségügyre vonatkozó törvénycsomagról tárgyaltak ma a szerb köztársasági parlamenti képviselők. Három módosítási javaslat érkezett a már meglévő három jogszabály egyes szakaszaira. Az egyik az egészségbiztosításra vonatkozik. Ennek értelmében a külföldi munkavállalóknak nem kell csupán az egészségügyi biztosítás meghosszabbítása miatt hazautazni, mert azt a külföldi munkaterjes idejére megköthetik. A terhesség megtartása és a betegség esetén járó egészségügyi biztosításra vonatkozóan is módosító javaslatot nyújtottak be. Azt a 35%-ot, amit eddig az országos egészségügyi alapnak fizettek be, ezen túl a munkáltatónak utalják majd át. Emiatt egyszerűsödik a folyamat, és a járandóságok kifizetése is felgyorsul, magyarázta Vicsek Anna Mária, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Az egészségügyi intézmények nyilvántartásáról szóló törvényt is változtatnák. Szerbia 2,5 millió euró IPA támogatást kapott az elektronikai információs rendszer létrehozására. A módosítással csupán a projekt megvalósításának határidejét tolnák ki egy évre. Az egészségvédelemről szóló törvényre is módosító javaslatokat nyújtottak be. A klinikai kórházi központoknak az alapító jogát most a városról áthelyezik az állam, illetve a tartománynak a hatáskörébe, ami azt jelenti, hogy ugye
a klinikai kórházi központ, amiből egyébként a Vajdaság területén kettő van, tehát Újvidéken van egyrészt a nőgyógyászati szülészeti klinikai kórházi központ, illetve a Vajdasági klinikai kórházi központ, amelyek a felvevő területe egész Vajdaság, és ezek eddig Újvidék fennhatósága alá tartoztak, most viszont a tartomány alá fognak tartozni, és ez valójában azért pozitív változás, mert a nagyberuházási alap, illetve a tartományi nagyberuházási alapnak a pénzelésére így most sokkal könnyebben számíthatnak. Egy tartózkodás két ellenszavazat mellett 40 szavazattal elutasította a fellebbezéseket, és kizárta soraiból a Vajdasági Magyar Szövetség tegnap esti tanácsülésén azt a 9 szemét, aki a szabadkai VKTVMS frakcióján belül létrehozta a Magyar Mozgalom platformot. A majdnem 4 órás ülés után Csúszó André, Dívavári Zoltánt, Haskó Istvánt, Huszák Hof Ilonát, Husvár Józsefet, István Ervint, Jávor Pált, Kovács Torok Mártát és Ubori Lászlót a párt kizárta soraiból. A VMS tanácsa keddesti ülésén felajánlotta a 9 képviselőnek, hogy vonják vissza döntésüket a platform megalakításáról, mert csak is közösen képviselhetik jól és erőteljesen a szabadkai magyar polgárok érdekeit, derül ki a VMS ma kiadott közleményéből. Az MM tagjai azonban nem vonták vissza döntésüket, és ezért kizárták őket. A platform tagjai nem adják vissza a képviselői kinevezéseiket, és ezért nem tudni, mi lesz a frakció sorsa, mondta Csúszó Endre önkormányzati képviselő. Eddig is azt mondtuk, hogy az egységre törekszünk, és ezután is, viszont nem tudom, hogy a megmaradt frakciótagok hogyan tudják majd velünk az együttműködést továbbvinni, mert félek, hogy itt a párt beleszól, és nem fogják hagyni működni, mint ahogy azt sem hagyták, ugye, hogy a saját igazunkért, hogy kiálljunk. Csúszó Endre hangsúlyozta, a VMS tanácsának nem volt jogi alapja a platform tagjainak kizárására, mivel a Vajdasági Magyar Szövetség statútuma nem engedélyezi platformok létrehozását, de nem is tiltja. Mint ismeretes, november 12-én a Magyar Mozgalom 9 tagja platformot alakított a Vajdasági Magyar Szövetség városi frakcióján belül, a Szabadkai Városi Képviselőtestületben. Ellenük fegyelmi eljárást indított a párt, és december 4-én első fokon a VMS Fegyelmi Bizottsága ki is zárta a platform tagjait. A Magyar Mozgalom képviselői erre a döntésre fellebbeztek. A fellebbezést ugyanolyan szöveggel adták át, mint a 9-en. A 9 jelenlevőből 5-en felszólaltak többször is. A VMS elnökségének, illetve tanácsának tagjai közül is többen felszólaltak, maga Pásztor István elnök úr is, és hosszú órákon át tartó vita folyamán beszélgettünk arról, hogy sehol a világon nincs ilyen, hogy egy frakción belül platform jönne létre, és hogy azok, akik meglépték ezt így a nagy nyilvánosság elé kihozva, tudatosan vétettek a VMS alapszabálya, a szervezeti és működési szabályzata és egyéb dokumentumai ellen. Kovács Elvira hozzátette, komoly politikai pártként kell viselkedniük. Minden más politikai párt az alapszabályával és más alapdokumentumaival összhangban ugyanezt tette volna, hangsúlyozta a párt alelnöke. Számos kulturális eseménytől válhat meg Újvidék a következő évben, ugyanis legalább 15%-kal, de néhol akár 30%-kal is kevesebb pénz jut majd azoknak a művelődési intézményeknek, amelyek alapítója Újvidék városa vagy Vajdaság autonóm tartomány. Több Újvidék intézménye a napokban azt az utasítást kapta, hogy a 2015-ös évben kidolgozott költségvonzatokat a következő évre nézve 15%-kal csökkentsék. Pontos döntéshozatal még nem történt az összegről, azonban azt már biztosan tudni lehet, hogy 2016-os évben a művelődési intézményeknek jóval kevesebb pénz jut majd a költségvetésből. Ennek értelmében számos újvidéki kulturális intézmény már most fontolgatja, hogy mely előadásoktól, kiállításoktól, illetve egyéb rendezvényektől kell, hogy megváljon majd a következő évben. Vencel Valentin, az Újvidéki Színház igazgatója úgy döntött, hogy a különben is szűkös pénzügyi keretekből működő intézmény lemondja jövőre tervezett Állatfarm című előadását, eleget tévén így a 15%-os csökkentésről szóló utasításoknak. Ezt tulajdonképpen lehúztuk a következő év repertoárjából,
ezzel a mínusz 15%-ot is megvalósítottuk, de ugyanakkor meg azért sikerült egy kicsit, hát hogy úgy mondjam, pozitívabb költségvetési kereteket teremtenünk a megtartott produkciókra. Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központot hivatalosan még nem értesítették a csökkentésekről. Azt hiszem, hogy azok a rendezvények, amelyek a Petőfiben már évek óta itt vannak, és a gyermekfoglalkozások, ezt nem szabad megszüntetni, és nem szabad lecsökkenteni, de mondom, hogy itt fogunk majd valahol alkalmazkodni, esetleg még más pályázatok után nézni, esetleg határon kívüli pályázatokra, majd egy kicsit komolyabban felkészülünk erre is, de hogy nehéz lesz, ez biztos nagyon nehéz lesz. A Vajdasági Múzeum akár 30%-nál is több csökkentéssel számolhat. Az ország második legnagyobb múzeuma várhatóan 9 millió dinárból kell majd, hogy gazdálkodjon az eddigi 13 milliós költségvetés helyett. Ez az összeg nagyjából csak a fizetésekre, a 117 ember fizetésére és az anyagi költségek fedezésére elegendő. Ebben nincsenek benne az igazi programok, tehát az céltalanná válik a múzeum létezése. A köztársasági költségvetésből Vajdaság jövőre sem kapja meg az alkotmányban garantált 7%-ot. Zorán Radomán tartományi pénzügyi titkár szerint a művelődési intézmények emiatt juthatnak kevesebb pénzhez. Diszkrimináció miatt beperelte az Újvidéki Egyetem jogi karát a Vajdasági Magyar Diák Szövetség. A tartományi képviselőház 2015. április 8-ai rendelete arra kötelezi a vajdasági főiskolákat és egyetemeket, hogy nemzeti közösségi nyelveken is szervezzék meg a felvételi vizsgát. Ezt szegte meg az Újvidéki Egyetem jogi kara. Idén a szerbiai állami egyetemi karokra, főiskolákra összesen 159 diák felvételizett magyar nyelven. A felső oktatási intézményekbe a Vajdaság területén hivatalos használatban lévő nyelvek mindegyikén jogosultak felvételezni a diákok. Ezt a jogot az állami felső oktatási intézmények mindegyike biztosította is az idén, kivéve az Újvidéki Egyetem jogi karát. A Vajdasági Magyar Diák Szövetséget 2012 óta többször megkeresték a diszkriminációban részesült diákok, akiknek nem volt lehetőségük az anyanyelvükön felvételezni a jogi karon, mondta Sóti Attila. A Vamadis elnöke hozzátette, volt olyan eset, hogy ígéretet kaptak a saját nyelven történő felvételizésre, végül azonban mégis szerb nyelvű feladatsort kaptak. Emiatt a Vamadis december 2-án beperelte a jogi kart. Első körben a Belgrádban fordultunk az egyenjogúsági biztoshoz ezzel az üggyel kapcsolatban, aki tudomásunk szerint fel is kereste a jogi kart, és figyelmeztette őket, hogy ezzel törvényt sértenek, illetve alapvető kisebbségi jogokat. De a jogi kar részéről itt nem volt érdembeli pozitív válasz, és ezek után döntöttünk úgy, hogy akkor egy bírósági keresetet adunk be. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár elmondta, a Vamadis mind civil szervezet élt a lehetőséggel, a tartományi oktatási titkárság pedig támogatja a szervezet lépését és segíti őket a jogi harcban. Ez a diszkrimináció azt eredményezi ilyen esetekben, hogy kevesebb pontot szereznek a magyar diákok, és akár ez a kevesebb pont miatt nem jutnak az állami finanszírozásba, vagy akár még az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem sikerül nekik a felvételi. Az Újvidéki Egyetem jogi karáról nem kívántak nyilatkozni az esetről. Telefonos beszélgetés során csupán annyit mondtak, mindeddig címükre nem érkezett semmilyen perre vonatkozó dokumentum. Elfogták egy fegyvercsempész hálózat két tagját, ezzel elvágták a Szerbiából Franciaországba irányuló illegális fegyverszállítás egyik útvonalát, jelentette be Nebojsa Stefanovic belügyminiszter. Több hónapos nyomozást követően két férfit fogtak el kedd este Újvidéken. Az elfogás során a gyanúsítottak járművében két géppuskát, valamivel több mint 3 kg robbanószert, két automata fegyvert és nagyobb mennyiségű lőszer találtak, mondta az akcióról Nebojsa Stefanovic. Mislim da to pokazuje da smo i kada se radi o ovim preventivnim akcijama da oružje ne dođe do
da kažem, kupaca i da ne napravi neku štetu ozbiljniju veću, pokazali da smo dosta dobro organizovani. Presekli smo jedan veliki lanac koji je bio šverc oružja ka Francuskoj, da kažem, i pokazujemo da u tom smislu, s obzirom da smo uopšte kao region od 90. godine izloženi velikoj količini oružje, municije koje se ilegalno koriste. Mislim da je to veoma važna poruka i veoma važna poruka građanima da ne koriste ilegalno oružje zato što su predviđeni visoke zatvorske kazne. Jelentős reformintézkedéseket terveznek a jövő évre, ezek nyomán egyebek mellett várhatóan egyszerűbbé válik a hivatalos dokumentumok beszerzése a polgárok számára, jelentette be Kori Udovicski szerb közigazgatási miniszter, kormányalelnök. Példaként azt hozta fel, hogy a lakosoknak ezentúl nem kell majd bizonyítaniuk, hogy munkaviszonyban vannak, fizetik a járulékaikat, vagy hogy egyáltalán megszülettek, mert az államnak már meglesznek az erre vonatkozó adatai. Hozzátette, hogy a kormány célja az, hogy megkönnyítse a lakosok életét, és a munkáltatókat is megszabadítsa a felesleges papírmunkától. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 30 család kapott csaknem 5000 dinár értékben ajándékcsomagot a Palicsi Rotary Klub és a Palicsi helyi közösség jóvoltából. Már alig van szabad hely a palicsi szállodákban. Szerbia készen áll akár 6000 menekültet is elszállásolni, a téli hónapokban nyilatkozta Tomislav Nikolić Brüsszelben. A szerb államfő Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével, Johannes Hahn unióbővítési biztossal és György Ivanov macedón elnökkel tárgyalt. Nikolić elégedett azzal, ahogy az Európai Bizottság határozatában Szerbiát megdicsérték a migránsválságban vállalt szerepéért. A háromoldalú megbeszélés alkalmával Johannes Hahn azt mondta, az Európai Unió gyorsan Szerbia rendelkezésére tudja bocsátani pénzeszközöket, amivel megsegíteni az országot a krízisben. Tomislav Nikolić azt ígérte, bárhogy is lesz az ország, továbbra is ellátja a menekülteket. Rekao da je to naša tradicija istorije, da ćemo i tako nastaviti bez obzira na to kakva će podrška biti Europske unije, kolika će biti, ako bude, bit će dragocena. Da smo spremni, za razliku od Makedonije, da privremeno na određeno duži rok smeštamo migrante, posebno u ovo vreme kada je zima i kada će vjerojatno i saobraćaj biti otežan, pa će morati da provode više dana u Srbiji, da smo spremni 3 do 6.000, pa možda i više migranata da primimo, da nam za to treba pomoć. Az uniós tagállamok előtt álló kihívásokkal egyetlen ország sem tud egyedül megbirkózni, ezért nem szabad engedni a kísértésnek, hogy visszaessünk a nemzetállami cselekvésbe, mondta Angela Merkel német kancellára, német parlament alsóházában, a holnap kezdődő uniós csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében. Angela Merkel hangsúlyozta, hogy a terrorizmustól az üldöztetés és menekülés következményeig egy gond sem oldható meg nemzetállami szinten, a 21. század globális kihívásaival. Csak az birkózhat meg sikerrel, aki felismeri, hogy a saját érdekeit csak a közös európai érdekekkel egyeztetve tudja érvényesíteni. Több mint 1,5 millió illegális bevándorló érkezett Európába az idén, ez majdnem kétszer annyi, mint amit az elmúlt 5 évben összesen jegyeztek. Az Európai Bizottság ezért javaslatot készített egy új parti és határőrség felállítására, amelynek jogában állna átvenni az Európai Unió külső határainak őrizetét, akkor is, ha valamely tagállam kormánya azt ellenezné. Martin Schulz az Európai Parlament elnöke üdvözölte és helyes irányba tett lépésként értékelte a tervet. A javaslatokat 2016 elején tárgyalják tovább a bizottságokban. Soha ennyi illegális határátlépést nem regisztráltak az Unióban. A Frontex Európai Határőrizeti Ügynökség adatai szerint az idei év első 11 hónapjában a külső határokon a migránsok száma elérte az 1 millió 550 ezret. Csak novemberben 276 ezer határsértőt regisztráltak, ami alig kevesebb, mint tavaly egész évben. Ezért kérdések merültek fel Európa külső határai és a schengeni megállapodás kapcsán. The current security risks, so tragically illustrated by the Paris attacks, make action even more urgent. It is simply wrong to mix up refugees and terrorists. But we must be clear that external border controls are essential for our security. The growing numbers of Europeans leaving and returning for terrorist purposes is just one of the many reasons we cannot do without proper checks at the external borders.
Tekintettel a probléma sürgősségére a bizottság javaslatot készített egy új európai parti és határőrség felállítására, amelynek célja a nemzeti partnerek ellenőrzése. Az új határrendszer a Frontex helyébe fog lépni, mivel azt több helyről is támadás érte eredménytelen működése miatt. Az új szervezet költségvetése is majdnem háromszorosa lesz a jelenleginek, vagyis 322 millió euró. The decisions of the agency will be binding for the member states. The most important element of the new agency is that it goes beyond what Frontex was able to do, but that we don't replace member states' responsibilities and definitely not their sovereignty. Létszáma mintegy 1000 főből áll majd 2020 környékén, emellett pedig a tagállamok egyfajta gyors reagálású készültségi erőként további legalább 1500 határőrt biztosítanak számára. Az Európai Bizottság a Schengeni Határkódex módosítására is javaslatot tett annak érdekében, hogy mindenkit, az uniós állampolgárokat is ellenőrizzék a külső határokon. Kivágják a 9 legkritikusabb állapotban levő ostorfát a Szabadkai Ágó-Mámuzsi utcában áll a polgármesteri kabinet közleményében. A város szakértői munkacsoportja szerint ezeket már nem lehet megóvni az utca felújítása alatt, illetve után. 8-at megmetszenek, anélkül, hogy veszélyeztetnék tartós stabilitásukat, vitalitásukat. A közlemény szerint a kivágott fák helyére új, már kifejlett fákat telepítenek. A korábban eltávolított ostorfákat is pótolják. Nemrégiben az öreg ostorfák miatt ideiglenesen leállították a felújítási munkálatokat. Az utca teljes felületét egy színbe szeretnék hozni. A dokumentáció kidolgozásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a fák a méretük és az épületekhez mért távolságok miatt részben veszélyeztetik az utcában levő házak alapjait és a háztetőket. Megállapították azt is, hogy a fák felszíni gyökérzete teljesen tönkretette a járdát. A fák kivágása és meccése után megkezdik az Ágó-Mámuzsi utca felújítását. A Szurványban és a Szurvány központokban tett körútjukról és a december 19-én sorra kerülő választmányi ülés előkészületeiről is beszámolt a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szerdán a Szabadkai Népkörben tartott évzáró sajtótájékoztatóján. A szervezet az évértékelés mellett a jövőbeli tervek és események részleteit is ismertette. Durindó, Gyöngyös Bokréta, Vajdasági Magyar Kórusok találkozója. Csak néhány azok a rendezvények közül, amelyeknek 2015-ben is szervezője vagy társszervezője volt a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. A VMMS emellett különféle képzéseket is rendezett annak ellenére, hogy bizonytalan és válságos éven van túl, hangzott el a sajtótájékoztatón. A VMMS a Szorványban is járt az idén. A körút után a szervezet továbbra is igyekszik majd segíteni az ott élő rászorulókat, annak ellenére, hogy a szervezet saját maga is segítségre szorul, hiszen mindössze néhány munkása van, mondta el Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Hadd mondjam azt, hogy ez igen fáradtságos körút volt, de én azt hiszem, hogy megérte, és az ember teli szívvel érkezett vissza. Rengeteg, annak ellenére, hogy elég sok panasz, és rengeteg segélykiáltás hangzott el mindenütt, de úgy éreztük, hogy a legtöbb esetben tudunk is segíteni, együttműködve természetesen továbbra is a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel, az MNT-vel. A sajtótájékoztatón arról is beszámoltak, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel közösen szervezett Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepsége arculatváltáson fog átesni. A tervek szerint a január 15-én Zentán sorra kerülő esemény programját később több vajdasági településen is bemutatják majd. Azon gondolkodtunk a Művelődési Intézet megbízott igazgatónőjével együtt, hogy jó lenne, hogyha készülne egy olyan műsor, ami csak és kifejezetten erre az eseményre készül, viszont olyan értékeket tud megmutatni, felvonultatni, ami rólunk szól, ami sajátos, ami az itteni embereknek a sorsával foglalkozik, az itteni emberek kérdéseivel, problémáival, értékeivel. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójának 2016-ban Magyar Csernye ad otthont. Új reanimációs asztallal gazdagodott a Zentai Közkórház szülészeti osztályának felszerelése, a berendezés egy nyári jótékonysági rendezvény hozománya.
Nagy sikerrel több ezres nézőközönség előtt tartották meg az István a király című rockopera előadást még augusztus 22-én a Csantavéri piac téren, a Remény kis embereinek előadásában. A helyi plébános szervezésében megtartott látványos produkció jótékonysági jellegű volt. A teljes bevételt a Zentai Közkórház számára ajánlották fel. Az atya nem nagyon szívesen szeret szerepelni, azért a nevét mégiscsak megmuszaj említenem. A Csantavéri plébános úr, az Utcai Róbert eljött hozzá, kérte, hogy eljöhet-e hozzám is, hogy szeretne velem beszélni. És mondta, hogy az István a király rockopera lesz, és ezt egy szegény sorsú gyerekek fogják előadni 200-an, és hogy ez Csantavéren lesz, és ő bizakodik abban, hogy valamilyen hozadéka is lehet annak, hogy gyűjtene adományt. Az atya bizakodása nem volt alaptalan, mert a befolyt összegből a Zentai Közkórháznak most egy megközelítőleg 10 000 euró értékű reanimációs asztalt sikerült beszereznie. A kórháznak nagy szüksége volt erre a gépre. Eddig használtunk egy régi, múzeális értékű, mondhatom, gépet, amelyik hűségesen kiszolgált minket. Régóta szükség van rá egy új gépre, korszerű gépre is. Elsősorban szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben, hogy ez meg is megvalósuljon. Ezzel a korszerű géppel tovább is tudunk végezni a munkánkat, jobban és ráadásul könnyebben is segíteni az újszülött ellátásában. Légzési problémákkal küszködő újszülöttek esetében a Zentai Közkórháznak eddig Újvidékre kellett küldeniük a kis pácienseket. Az új felszerelésnek köszönhetően a kezelés ezentúl helyben történik. 30 család kapott csaknem 5 000 dinár értékben ajándékcsomagot a Palicsi Rotary Klub és a Palicsi helyi közösség jóvoltából. A gyerekek legjobban az édességeknek örültek, boldogan bontották ki a nekik szánt csomagot. Van valamilyen kerekkex. Sok édesség, narancs, meg valamilyen csokik. A családoknak különösen így ünnepek előtt jelent sokat az ajándékcsomag. A Rotary Club Palicsi tagjai a Szent Orbán napokon gyűjtöttek. A csomagok összértéke 150 000 dinár. A 30 családnak osztottuk ezt szét. Higiéniai szerek, élelmiszerek, valamint minden gyermeknek külön édesség és kis télapó csomag. Mivel a rászorulók általában a palicsi helyi közösséghez fordulnak, ezért ők választották ki a megajándékozott családokat. Alkalmi programokkal, koncertekkel várják a karácsonyi ünnepeket Palicson. A turisták a fürdőhelyre elsősorban újévezni jönnek. A palicsi szállodák legtöbbében már nincs szabad szoba az ünnepi időszakban. Palicsra téli időszakban sokkal kevesebb turista látogat, mint nyáron. Ilyenkor az embereket főleg a pihenés és a finom falatok vonzák ide. Készül a messzeföldön híres palicsi palacsinta a több mint 150 éve alapított kis vendéglőben. Vaníliafagylalttal töltik, és medgyes vörösboros öntettel szolgálják fel a vendégeknek. Az ünnepi időszakra különleges ajánlattal készülnek. Napravit se jedan lep splet tradicionalnog i onoga što je novo u gastronomiji i u kulinarstvu. Naši gosti se vraćaju zbog onoga što je tradicionalno, ako pričamo o perkeltu, ako pričamo o nečemu što znaju da ih vrlo dobro i kvalitetno čeka u našem restoranu. Palicson a szállodák legtöbbjében már nincs szabad hely az újévi időszakban. A közelgő karácsonyi ünnepek napjaiban azonban nem mutatkozik nagyobb érdeklődés a szálláshelyek iránt. S obzirom da su katolici zaista vrlo vezani za porodicu, pa te praznike provedu u takvim krugovima, postoji dosta naših subotičana koji su davnih dana otišli iz Subotice i sa Palića i rado dolaze u naš hotel da se malo vide sa rodbinom. A Palics Magyar Művelődési Egyesület minden évben karácsonyi műsorral készül az adventi időszakban. Az idei műsorban Fel nagy örömre címmel egy olyan összeállítás készült, ahol egymást váltva lépnek színpadra a gyermekek, táncosok, énekesek, citerások, és így összeáll egy teljes műsorra, illetve a végén gálaként a Fel nagy örömre című éneket közösen adják elő. Palicson a karácsony és az új év közötti napokban is szerveznek programokat. Decemberben Palicson,
a Vigadó épületében hangversenyt fog adni a Vajdasági Kamarazenekar Mirna Radulovicsal a Palicsi 107 éves turizmus jegyében. Képkiállítást láthatunk a Palicsi Park szecessziós kertészetéről, illetve egy promóciós filmet láthatunk Palics 170 éve a turizmus szolgálatában. A következő években a szakemberek állandó téli programokkal szeretnék Palicsra csalogatni a turistákat. Életének 76. évében elhunyt Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója. A zenekar 2004-ben Prima Primissima díjat kapott, Benkó Sándor pedig idén március 15-én vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztjét. A Benkó Dixieland Bandnek nem kevesebb, mint 1800 professzionális felvétele van, köztük legalább 500 örökzöld dallam. Akkor a repertoárjuk, hogy 25 órán át játszhatnának ismétlés nélkül. Benkó Sándor együttese legnagyobb diadalának azt tartotta, hogy sikerült eredeti formájában megőrizniük és világszínvonalon játszaniuk a tradicionális New Orleans-i jazz-t. A világhírű művészt kedden este érte a halál, temetéséről később intézkednek. Lemondott posztjáról Németh András, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya azok után, hogy csapata csak a 11. helyen végzett a dániai világbajnokságon, jelentette be Kocsis Máté, a magyar szövetség elnöke. Noha van még esély arra, hogy az együttes ott legyen a március 17-től 20-áig tartó olimpiai selejtezőben, a 2014. februárjában kinevezett szakember nem folytatja a munkát. Németh utódját januárban jelölik ki. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Két tanműhellyel gazdagodott a Topolyai Mezőgazdasági Iskola, a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából. Kizárt a soraiból a Vajdasági Magyar Szövetség azt a 9 szemét, aki a Szabadkai VKT Vajdasági Magyar Szövetség frakcióján belül létrehozta a Magyar Mozgalom platformot. Számos kulturális eseménytől válhat meg Újvidék a következő évben. Az Európai Bizottság javaslatot készített egy új parti és határőrség felállítására. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét!